Hello, üdv újra itt mindenkinek. Megy a hang? Jó van, úgy tűnik, hogy... mindig megy a vacakolás. És ráadásul tűnik, hogy megfáztam, úgyhogy a torkom is fáj, és a hangom is egy kicsit durvább, mint szokott lenni. Folytatjuk ma a hajnalig az Remnantot. Abban kezd elegem lenni. Álló. Szóval nem a Remnantot folytatjuk, hanem a Fort Solis játékot. Ha minden igaz, megtaláltam és megjavítottam a stream minden marhaságát. Szóval ugye eddig az Elgátot nem teljesen úgy használtam, hogy azt kéne. Nem abban volt bedugva a monitor kimenet. Meg vagyok fázva. Konkrétan alig van hangom. Ja. Szóval az volt a baj, azért volt a screen tearing, meg a refresh rate problémám szerintem. Ugye azt a kimenetet néztem, amit a Elgato is kapott, hanem egy másikat. Ezt most átállítottam, hogy most a HDMI-vel van összekötve a monitorom, úgyhogy először az Elgato, utána a monitor. Tehát ugyanazt a kimenetet nézem, mint ami streamelek. Remélhetőleg ezzel megszűnik a refresh rate problémám, de mindjárt kiderül, ha folytatjuk a játékot. Úgyhogy menjünk. Hát is váltunk el ide. Jön szép nagy fekete képernyőre. Ugye ez a játék... A streamben jó volt, nekem a képernyőn nem. Szerintem mindig nem az igazi, hogy én kikapcsolom azt a vészinket, mint az istenverés. Hát nem, ez a játék ez nem akarja az igazságot így se. Én nem értem, hogy a streambe hogy lehet jó. Tehát nekem az a hihetetlen, hogy a streambe teljesen tökéletes, én nekem meg olyan szinten fos, hogy nem igaz. És ennek is utána néztem. És ezt lehet itt forgatgatni. De amikor először használtam, azt mondta Jessica, hogy nem ez lesz a megoldás. Ez csak egy B-terv. Hogy nem itt kell, hanem tényleg tovább kell itt menni és levenni a lépcsőn, és ott lesz valami. A téli szóljon basszus. Szóval remeg a keze. Szóval, hogy fókusz és nyugalom. Mondjuk én is ideges lennék, amikor ott volt az a csáó, aki... Ki tudja... Jaj, látta is a kamerán, hogy megverte ugye Jacket. Meg a gyapugyálta, és el is vitte. Tehát itt ennyit tudunk lejjebb jönni egy szintet. És itt a szerver szoba. Igazából ide kell jönnünk. Ezt most nem én vagyok, hogy jól sön. Gyorsan lekapta a sisakot. Mindig jobb a földre hányni, mint a sisakba. Az igen, az egy lebaszta a kezét adó ki. Mi a f...
fasz. What are you doing, Jess? Just picking up a man's fucking arm, that's what. Time to get these systems back online. És akkor itt látjuk... I really thought I had it. Mit? Tehát ott vannak a számok, és azt hiszem, ilyen sorrendbe kell, vagy valami, tehát ez valamit jelent, még nem tudjuk, hogy mit. 25, 28, 23, 35, 39. 5, 8, 3, 5, 9, oké. És ebben... Ja, ezeken is van szám. Let's hope this works. Reset gomb. Come on. Van, az sem mindegy mikor, jó van, faszom. 25, mi volt? 5, 8, 3, 25, 28. What even is that? This is ridiculous. Hát ez tényleg az amúgy, hogy így kell újraindítani egy szervert, hogy pont akkor menjön, amikor disk közepében van. Oké, hol? Hol lett a 23-as? Aha, 25-28, jó, 23. Aha, itt lesz. Én nem is szoktam újraindítani a szervereket, csak távolról bejelentkezik, aztán boom neki. Oké. És az utolsó kettő az 35-39. Miért pont ezeket kell? Vagy utána meg a többit is megfelelő sorrendbe kell, majd az lesz a fasza amúgy. Fiam, 39-ig van? Jó, az az utolsó. Én meg ott kiindultam forgatni azt a szart, hallod, behalog. Ezt közben is kellett volna hozzányúlni. Szerintem nem fogja annyivel beérni, utána át kell menni a következő oldalhoz valószínűleg. Finally! Let's get the system back online. At least the system reset. I just need access. Who has it? Hoskins, canteen. Got it. One last stop and then we're out of here. Ó. Oh. Szóval nem tudjuk, hogy mindig újraindítani. Feloldottuk, a lockdown még mindig effektve van. Tehát újraindultak a szerverek, és nagyobb szintű belépés kell ennél. Meg kell találnunk azt az emberkét a kantinba. Akinél van a belépés. Te ki voltál, te szépség? Sose tudjuk meg, bár valószínűleg az a Ahmed vagy Abdul, vagy én nem tudom, hogy volt a neve. Lájjál, figyelj, és most itt kit rohanni. Nem itt jöttünk be. Jaj, és tudom, hol vagyunk, tehát igen, itt eddig nem tudtunk átjönni. Na, beszél az az őrült. It's been a long night. And I'm just trying to contain this. Azt mondja, hogy csak próbálja meg fékezni a dolgokat. És hogy nem tudjuk, hogy mit csinálunk, és ő látta, hogy mi történt. És azt mondja, hogy úton van, bazd meg. Hol van a kantin? Az ez a szint. Aha.
Nem tudunk itt jobbra bemenni. De jobbra, aztán vagy jobbra, vagy balra, és aha, oké. De beszaggatott a játék. Tudom, jobbra voltunk-e már. Alien-es pólót lehet venni? Azt nem lehet venni. Ahogy elnéztem utóla, nem láttam a Steamben az achievementek közt a Rubik kocka kirakását. De van egy pár rejtett achievement, amit ugye nem tudni, hogy mire kapunk meg. Tehát simán lehet, hogy ott van benne a Rubik kocka, amit rejtett achievement. Ez a kantin. Nem, supply room. Mit csinálunk a supply roomba? Itt már volt Jack is egyszer. Ja, itt az ászló. Viccesen Jack mondta, hogy itt van. Tehát az, hogy nem hiszi el, hogy itt van, az akkora fasság. Mert Jack per rádió mondta neki, hogy megtalálta. Akkor ez megy be a kantinba. Ja, itt a kantin jobbra, oké. És itt az utolsó emberünk. Adam? Ez Adam Hoskins. Kopasz, ez fél már nem úgy néz ki, mint aki meghalt. Oké, oké. De így már úgy néz ki, mint aki meghalt. Yes, finally. Fuck lockdown. Itt van az ötös kártya. Most már az ötös szint ajtókon is be fogunk tudni menni. Feküdj vissza, öcsi. Megfojtották. Nyakán van ott a vancsakcsik. Úgy néz ki, mint akit kábellel megfojtottak. Fiam, miért nem tudok visszamenni? Miért csak az A betűt lehet nyomni továbbra is? Fektesd vissza, jó van? Úgy, úgy. Inkább feküdjön, ne bámuljon semmire. Na, megvan minden crewmember. Egyébként azért is van egy achievement, ha az összes posztert elolvassuk. Azt is megnéztem. Nem mozgott valaki? Bazen is nincs nálam semmi fegyver, hallod? It might not be full access, but the tunnels are good enough. Probably safer to enter that way anyway. Hova? Hova kell most menni? Ez mi, WC? Tehát azt mondja, hogy továbbra is használjuk a csatornán keresztül a legjobb, ha megyünk. És azt, ha jól emlékszem, pont ezen az oldalt van. Ah, nem, ki kell menjünk teljesen. Tehát át kell mennünk az átriumon, ki megint oda az előtérbe. Aztán balra és jobbra. Nem, balra és jobbra. Jobbra, balra, jobbra. És akkor visszaérünk a szerver szobába, oké. Okay. Bár, fingom nincs, hogy oda kell menni. Aztán mi itt a véletlen? Hova kell menni, bazd meg? Access the greenhouse? Figyelj már, bazd meg. Akkor is arra kell menni. Miért pont a greenhouse-ba akarunk menni?
Itt is volt olyan ajtó, ami nem nyílt ki, hé. Jack. Have you found your friend? Why don't you give me a hint? I wish I could, but that would be cheating, wouldn't it, Jess? And, I'm trying to do everything I can to contain this situation. Szóval mondja, mindent megtesz azért, hogy... Created. Mert a... leszárással tartsa a helyet. No. Mi az a vírus? Helen. Helen. Just... had to be right. At any cost. Szóval Helennek pár csak igaza kellett, hogy legyen bármilyen áron. Miről beszélsz? Gyere a Greenhouse-ba, megmutatom. Itt vannak az e-mailek. Ezt ki küldte? Helen. Na ezt várjál, pont Helen küldte. Szóval Officer Taylor az a doki, ugye ő maradt életve csak. De az egyre agresszívabb az, amit csinál. Az a szembe, amit csinál. Sőt, igazából mondjuk meg is sérti a vagy dolgozókat. Micsoda? Na minden jelentette a központnak. Hát ez most Helen írja. Azt köszönöm, nem értem. Kinek a gép ez? Richardson. De ez meg Helené. Ez egyre nagyobb a feszültség az emberek között, de annak tudta be ugye, hogy a vihar miatt nem vehetnek ki annyira. És Officer Taylor érte az egészségügyi jelentését azoknak, akik a üvegházban dolgoznak. Szóval megfogadta a tanácsot és ott hagyott egy mintát a Officer Taylornak, a dokinak. Az ki volt? Martina Romero, fingon nincs ki az. Szerintem közbe kellett lépni a csapatba, mert annyira egymást urnottak az emberek. Hogy harapózhat ezt ennyire el? Azt hiszem egyre inkább kezd elhinni, amit Helen mond. De akkor is nehéz látni azt, ahogy kibontakoznak a dolgok. Jó, Wyatt Taylor, igen, az a doki. Ugye ő az egyetlen, aki életben van még. És az a folyamosan, hogy Jai is levette a sisakját, tehát... Ha tényleg valami vírus, vagy valami van a légkörbe, egyikük sem mehet ki. Csak úgy mellesleg mondom. Akkor mind megszopták. Jó, ez semmi érdekes. Due to power issues, we've had to switch to officer access areas. This really hasn't helped with the paranoia. Things are getting a little... wild now. Ki kellett kapcsolni az áramot a vihar miatt. És azt mondja, a hangártót úgy figyelj meg, viszélt rongálta valaki. És még mindig azon gondolják, hozzak, hogy egy állat próbál betörni. Képzeljék el, az mi a fasza lenne egy ilyen életforma. Első kontakt. És pont itt Solison, ami ugye egy kurva régi állomás. Ez ki? És
mi a franc történik? Ez egy külső kamera. Valaki úgy néz, hogy ez a kurára meg lenne sérül, és ez a vihar alatt van. Hát kurva jó lenne, ha tudnánk, hogy mennyi a mostani dátum, de tehát ez így baromi sokat nem segít. Vagy azt akartam elnézni, igen, hogy azon a kütyünk rajta van-e. Ott egy kábeltesztel, bazd meg. Mutat ez valami időt? Hát ez mind 9. meg 10. hó. 3. hó. Tizedik hó, 7, tizedik hó, 2, 11. Hát nem tudjuk még. Kinyitotta ki az ajtót, bazd meg. Vagy most csukódott még be. Inkább az utóbbi. I'm recording this as a record. The Better Tomorrow Project, it's not what we thought it was. Ez a jobb holnap projekt nem teljesen az, amiről gondoltak. There is no tomorrow. Nincs holnap. Most már tudom. We are all damned. Minden vagyunk átkozva. The Frontiers Project needs to be shut down. Ne kell állítani ezt a projektet. I've spoken with Wyatt and we have filed our complaints to Central. Veszélyt vajat és beadták a reklamációkat a központnak. Sajnálják. Sajnálja ugye, hogy Helen nem tudna tovább dolgozni, de... Azt hitték, hogy hülye... Tehát azt mondta, hogy hülyének nézte őket, hogy azt nem lesz semmi ára ennek. Melyik volt még, ami level 5 és nem tudtunk bemenni? Az... Nicknek a... De nem level 3 volt most, level 5 vagy level 3? Az level 3-as, ez a level 5-ös. Wyatt, na ez a Dokinak. Ez fontos, ez a Dokinak a szobája. Lehet, hogy űrhajós vagy, de mi vagyunk együtt a legnagyobb felfedezésen. A felesége a két gyerekkel. Ez gondolom azért lesz fontos, hogy majd ha beszélünk vele, akkor ezt lehet neki mondani, hogy figyelj, és mi van a gyerekkel, arra gondoltál, mi lesz vele. Szóval ezt ja, ő írja a feleségének ráadásul. A feleség írta neki. Szóval hiányzik. Gyerekek alig várják, hogy hazaérjen. Na én a felesége. Szóval nem hallottunk tőle egy pár napja. Látott az Asimot, hogy megjavítsa a terminált. Csak hagyjuk egy üzenetet, hogyha nem olyan vagy túl elfulladt, akkor hívj vissza később, a lányok is szeretnének veled beszélni. Miért? Miért nem hallok rólad majdnem egy hétig? És mi ez a küldemény? Kivontsam? Megijesztesz, hívjál most azonnal, ez komoly. I confronted Helen today. Szembesítette Helent a helyzettel, és simán visszautasít minden dolgot. És ő azt mondta, hogy látja az embereken, hogy tisztá, hogy rádióaktív sugárzástól van betegségük. De van egy állandó dolog. That's the hand a kéz remegés. That's a sign. Az egy jel. A csajnak is remegett a keze. That's a sign and it's just hiding. Plain sight. Yeah, come in.
couple of guys playing poker tonight. Fancy it? Pókereznek az este. No, not tonight. But did you think about what I talked about? Going to the hangar? Kérdez, hogy gondolkodott arról, amit mondott neki. You could get suspended. Yeah, I've asked you not to call me. Why is no one taking this seriously? Nem veszi senki komolyan ezt. Szóval ő azt vesz, komolyan veszi. Edem. Szóval megnyeri a játékot, akkor megengedi, hogy vele nézzen. És belement. Egy pókra függ a emberek élete. Nagyon jó. Nem néz ki, hogy pókerezni fog ma este. Utálja a pókert. Ezek már nincsen dátum itt. Bassza. Csak az időt látjuk, a dátumot nem amúgy. Hú, de már borostája van. Szóval folyamatosan hallja a hangokat kintről éjszaka, és tudja, hogy nem csak az, hogy vihar. De holnap. Holnap mindent megtud. Neki is remény már a keze. Megtesz mindent, amit tehető. Racionális volt, próbált érvelni. És Helen visszautasítja azt, hogy elismerje, hogy mennyi sérülést okoz az embereknek. És még fel is jelentette a Dokit a központnál, hogy túl agresszív. Szerintem se hiszem, amit láttak ma. It's the soil. Ez a föld. It's always been here. Itt volt végig a lábuk alatt. A föld radioaktív. What has happened here? Szerintem valami történt itt. Nem történhet meg a földön. Can you imagine the consequences? Hát tudja képzelni a következményeket. És az emberek elkapják ezt a fertőzést, és hazaviszik. Szóval majdnem hazaküldött egy virágot a lányának, azt de a nő megkapta a csomagot. Szóval meg kell, hogy állítsa, hogy ne terjedjen tovább. Repült, jelentette a központnak is. Oszkár már úton, hogy ide jöjjön, és segít majd hozzáférni az üvegházhoz, mert... Felfüggesztették. Mit? Őt? Szóval mit jelent az egyáltalán? Neki is remegy a keze. Szerintem még van elég ereje, hogy megtegye, amit meg kell tenni. Még valaki élt. Ez a medikávé. Hopp, volt egy ugrás az időbe. Ja, és itt van, itt verte meg, itt húzza már a lábát. Kérdés, ez most ki a faszom? Az olyan kameraminőség miatt meg nem mondom ki kicsoda. És akkor van még egy hangfelvétel is, nagyon jó. Van még olyan ajtó, ami level 5-ös volt, és nem mentem be.
Mi van meg fagyva? Ja, meg fázva, nem tudom. We're now running low on antibiotics because some kind of seasonal flu has haunted us for the past few weeks. I think we're az antibiotikumot ad az embereknek, mert ami megfáleszett tüneteik vannak, ami egy ideje állítva. Száraz szem és folyóor. Szerintem egy örömmel van abban, hogy el vannak zárva, hogy fel tudja mindig hívni a gyerekeit és megkérdezni, mit csinál a gyerek. Ennek ez a legjobb orvosság, hogy egy büszke apa lehet. Van valamiben kapaszkodhat. És itt ahol már van dátum, hogy ez 9. hó 27, 10. hó 6, 10. hó 7. Nem tudom, fegyvert felvenni. Steam closet, vasaló szekrény van. És azt nem tudom, hogy merre a francba kell amúgy mennünk. Az fürdőszoba. Ott voltunk az Adam irodájában. Azt kell kifeszíteni, akkor arra megyünk. A kantin. De hol a fasz vagyok? Mögöttünk lévő ajtónk kell, oké. Na mi nem jöttünk be azon, hát sem tudom be azon. Nem azt mondja, hogy előre. Előre. Jobbra kéne kanyarodni az útnak, nem balra. Toltunk a supply roomba, basszus. Itt az átrium, itt kell kimenni. Can't be the fall guy if he doesn't come back. Fall guy. És itt megyünk balra. Végig egyenesen. Én esküszön nem jó helyre rak az a térkép. Miért? Most jöttem ki egy ajtón. Ott a szerver szoba. Szembe a drill bay. A drill bay fejé kell mennünk egyenesen. És balra. Ez a sokkalata is szed van meg. Ez mi? Itt voltunk már.
Ja, ez a Nick. Aha, a Nick irodája itt van voltunk, tudom. Az egy WC. Akkor menjünk előre a main hangárba. Ja, ide nem tudunk bejönni. Simán ki tudnak négy kézzel menni. Áj, itt borult rá Jackre ez a szar. Akkor mi is tudunk a folyosókon menni? Akkor mit mondta, hogy az alagúton menjünk, bazeg? Milyen alagúton lehet még a izé felé menni? Azt se tudom, hol van a greenhouse. Use the access tunnels to access the greenhouse. Ez a ridge, ott jöttünk be, ez lenne a greenhouse. Aha, oké, okay, akkor egyen lejjebb kell menjünk. Faszom. Nem jó helyen jöttem. Az elven egyenes, tehát egyenesen előre. Balra ki a lépcsőházba, és egy szinten lejjebb. És ott kell majd balra. Nem. Igen. Miért van az üvegház annyira föld alatt, bazd meg? Azzal gondolkozom, hogy a medvébe is volt valami, amit nem tudtunk kinyitni, mert előtt kellett hozzá. Nem. Jack. Ja, az a szar. Itt már jártunk a szörnyzserébe. Hát azért Jack nem mondott el mindent. De mit vágott a doki? Mert eleve ez nem a doki, az Nick. Nem hiszem, hogy kifekszik itt. Megnézzük a hullát. Ja, ez a security guy, tudom. Ez szúrt oldal, Westán torgott. Ezt láttuk a kamerán. Storage. Itt voltunk, amúgy itt volt Jack, itt mászott leszentem a föld alá.
Akkor benyomta a dokja a pörcsöt. Feltűnik az egész helyet. És ahogy itt a greenhouse, aj Isten vér alára. Jessica. Negyedik fejezet, micsoda negyedik fejezet. Just stop this. Kérdez, hogy hol van Jack? Szerintem csak hagyd ezt abba, kérlek. Nem tudod, mit csinálsz. I could say the same to you. Szerintem ő is mondhatná ezt neki. Szerintem, hogy ő embere életeket akar menteni, ezt csinálja, ez a munkája. Asim, how exactly did you save them? Hogy mentetted meg őket? I've let this go on long enough. De elég sokáig engedte, hogy az menjen. Borka. Akkor olyan borkákat csináltak. Ez hol tápláló, meg bármi. Ja, mindegyik a borka, vagy már ezek, mint a paradicsom, hogy mi lenne. I can't believe these are real. Az első hisz, hogy ezek igaziak. Szóval mit csinált a nő a talajjal? Ugye, hogy a növények meg tudjanak nőni. Mondta, hogy semmi nem nőtt. A Marson, és ugye az lenne a legjobb megoldás. Ez zöld krumpli. Szóval talajjal kísérletezett valamit. Mi a fuck? Milyen bogarak? Ezt kéne hallgatni, nézzük, ami a franc folyik itt. Progress. It's a funny thing, Helen. You are so preoccupied with whether you could. You never stop to think if you should. Mi van? Valami előrébb jutott, de nagyra van foglalva, hogy meg se áll gondolkozni, pedig kéne. És ezeket ők hozták, vagy? Amazing. Even all the way up here. Come on, Jess. Stop staring at bees. Time to go. Na azért hozták fel a darazsakat, hogy legyen, ami beporozza a növényeket. Gondolom. Arról nem is beszélve, hogy ugye duplán hasznosak, mert mézet termelnek, és a méz az antibakteriális hatású. Hol a franza vagyunk? Ez lesz benne az üvegház. It's going to be okay. Hát, azt mondja, ez jó, rendben lesz. Just like they taught me. Focused mind. Fókuszáljon és koncentráljon, ahogy tanították. Hol az az idióta? Hol a doki?
That's all I need. Agro bees. Agresszívak lettek a dorozsa. Mi van? Szóval a méhek kiszabadult méhekbe szennyezték ugye a mintákat, de érdekes módon méhek, akik kapcsolatba kerültek a anyaggal, az nem lesz semmi bajuk. What have they created? That does not sound legal. Azt mondja, hogy tehát ez a komponens, amit hozzáadnak a talajhoz, az egészséges növényeket termel, tele vitaminokkal, meg a tápanyaggal, de megtalálható benne a nyoma, tehát nyomelemek a kemikáliából is, úgyhogy még ezt ellenőrizni kell még egyszer. Neki hogy ettől rádiaktív a bazd meg. Bee behavior. Szerintem, hogy mióta kapcsolatba kerültek a veszere a darazsak, vagy méhek, ott egy kicsit megváltozott az a, hogy mikor aktívak. És a további vizsgálat szükséges. Hello. Na, ezt olvastam már. Ezt olvastuk először, picsába. Igen. És akkor még itt is volt. Szóval mit lehet nézni? It looks like they almost grew too fast. So it is like they're too gyorsan nőnének. Túl gyorsan nő a növény. Ez egy laptop. Nem. Ezek a földminták. A francot tettek ezek a földbe, amitől radioaktív lett. Na, a növényeket is módosították, hogy ne. Miért is ne? This is why they're digging so deep. Prospect too. De a legtöbb növény úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan nő és meghalnak egyetlen éjszaka alatt. Azt mondja, a komponens eléggé kiegyensúlyozatlan, és be kell kalibrálni. Hogy ezt keresik a földbe, ezt a komponens. Tehát ez itt a Marson van, ez a komponens a földbe. Aha. De akkor Helen is tudta, hogy a földben van. Nem értem, hogy miért... Miért nem tudta a Doki is. Jó, ezt minden olvastuk. Menjünk tovább. Hát ez nem az üvegház, basszus. A kód kell hozzá. Na jó van. Az mi volt, amit elrakott egy... Ja, megint egy ilyen műszi áramadaptája lesz, gondolom. Maybe it's better if she doesn't know. Mint Tomb Raider, hallod? Brazil 2078. Jó, azt jegyű volt a kód. Akkor az még nem lesz elég.
Na, az ő ügye szavát nullázták le. Nagyon nézem a leveleket. Gratulálnak a haladásért, most egy kettes fázisba léphet, bla bla bla. Szerintem a site manager-t értesítették a felfüggesztéstől. A doktor volt a menedzser. Holnaptól kezdem lesz ott a bázison. És az ő csapata majd érkezik, hogy begyűjtse a mintákat. Szóval erre Helen, hogy amit létrehoztak, azt még nem lehet megosztani. Beszélt Wyatt-tel, aki ugyanígy érez. Most akkor Helen egyet értett az orvossal, vagy nem? Én ezt most nem értem. Szóval sem fél, hogy ami a vizében van, a kémcsőben, az több, mint egy villámlás egy üvegben. Hogy távol volt a viharszezon miatt, átgondolta a dolgokat, és úgy érzi, hogy több ártalmas, többet tud ártani, mint használni ez a cucc. És még mindig nem értik meg pontosan, hogy mit is csinál. Komolytalan lenne, hogyha odaadnánk Jack csapatának. És nem akarjuk használni arra, hogy oxigént termelje más helyeken sem. Ez meg Sarah Dunpart. Helen is. A felesége van Helennek, oké. Szóval első észre, hogy megcsinálta, jöjjön haza és ünnepeljenek. Felvették a csomagát. For Sarah Dunpart. Sarának küldött az a virág mintát. Fuck. Kocsapán feltűzte a földet is, jó van. Compiling a new compound this week has meant for a more concentrated measure. As the teams continue to provide us with samples from the site, we look to regulate the growth rate through controlled nutrients. Igen, tehát a földbe ásnak, és abból szednek ki valamit. És annak a koncentrációját változtatgatja, hogy életbe tudja tartani a növényeket. És azt mondja, hogy olyan közel van már megoldás, hogy ez nagyobb mindenkinél. We are beginning to see aggressive acceleration with compound 26. It seems to be able to sustain environmental hazards as a result. This development has been fundamental in. És hogy ez mégis egy áttörés. For the last time, he doesn't have clearance. He shouldn't be here. Szóval nincs is az engedély, hogy itt legyen. Miért van már itt megint? Szóval, hogy ez etikai kérdés. Hol van? Ez ki? Ez nem a doki. Szerintem ez nem a doki. A franc tudja, bassza meg. Ósz, igen. Felkapott valamit, azt utána ment a csajnak. Akkor így is csak adok ki. Várjunk, hol van az az e-mail? Volt a játék leges-leges legelején. Of course, nem lehet úgy, hogy nyomva tartom és lemegy. Egy kérés Helentő, hogy reszeteljék a jelszavát.
Hova tudom, melyik volt az IT-s gyerek? Aha, itt van, és várjunk csak. De kinek küldte? Tehát azt látjuk, hogy ki. De kinek? 02, 06, 89. Az a 2-06-89, szerintem az túl rövid. Nem, ez 4 együ. És nem az. Azt hittem ez lesz, ami a képen. 2078 Brazil. Hát vagy visszafelé esetleg. Csak 2 évvel ezelőtt volt. Legutóbb ugye a falra voltam, hogy felírva egy Zetlin a kód, de most nem hiszem. Ezt csak olvasom, hogy fel vannak írva. Próbálom visszafelé. Nem. Akkor nem tudom. De ott van egy 6326. A falon. Az se jó, az meg. Mennyi után tilt le? Ha digitális az a tábla, akkor miért vannak rajta maszat jelek? Ezt most ennyiért jöttünk, még feljebb kell menni az üvegházba. Láttunk valahol 4-1 számjegyeket. Minden esetre szerintem én most tartok egy gyors szünetet, és mindjárt jövök vissza, hogy fél perc. Innom kell valamit a torkomra.